Miki, tessék, Robi. Kérdezhetek valamit? Tőlem, Robi? Hát amennyiben te testesíted meg azt a személyt, aki készséggel rezonálna az én fölvetésemre, akkor igen, tőled, Miki. Kérdezhetek valamit? Te, Robi? Hát, hogyha nevem hallatán én vagyok az, aki neked beugrik, akkor igen, én, Miki. Felteltem a kérdést, Miki. Tehát arra gondolsz, hogy egy ilyen bizonyos kíváncsi hangsúlyú mondattal ruháznál fel, és időrendben úgy képzeled, hogy előbb tennéd fel te a kérdést, és én kronológiailag utána reflektálnék rá számodra? Így szeretnéd, Robi? Látom, már kezdett kapiskálni, Miki, hiszen ha te előbb válaszolnál, mint ahogy én feltenném a kérdést, akkor fennállna a veszélye annak, hogy egy egészen más kérdésre felelnél, mint amit én szeretnék feltenni. Éppen ezért szekvenciálisan úgy képzelem, hogy először én felteszem a kérdést, és egy kis idő eltolódással te válaszolsz rá. Jó, Miki? Na, de hát jól értem, Robi, hogy egy bizonyos adathalmaz újdonsült boldog tulajdonosává szeretnél válni az én rédemen, és ezt mindezt úgy szeretnéd realizálni, hogy hát egy ilyen bizonyos firtató célzatú lingvisztikai formulát intéznél hozzám, és én ennek hatására biztosítanám számodra az áhított tényanyagot? Faktuálisan, Robi? Igen, Miki, különös tekintettel arra, hogy a dolog egyik felével, a kérdéssel én teljesen tisztában vagyok, csak a fennmaradó 50% a válasz az, ami hiányként jelenik meg szellemi háztartásomban. Kérdezhetek valamit, Miki? Kérdezz! Milyen műsorszám következik most? Művészeti bemutatón következik, kedves nézőink, és Robi, melynek címe... A hét szemüvege.